Karácsonyi sét a tündérországban. Karácsony este volt, hullott a hó, és minden fehérbe borult. Sára, Rebeka és Péter kint játszott a kertben. A mókusokat és a madarakat etették. Rebeka fánkkal kínált egy kis madarat, Sárához oda szökkent hirtelen egy mókus, és így szólt. Igazán szép, hogy gondjukat viselitek az éhezőknek, reméljük megáld érte az Isten. A következő pillanatban Péter, Sára és Rebeka egy kedves öreg találkozott. A néni mindenféle ajándékot adott nekik. Körülöttük lámpák gyúltak ki aranylófényjel, mintha egy elvarázsolt városba tévedtek volna. – Mit csodálkoztok? – kérdezte Sára, aki a legidősebb volt közülük. A mókus megmondta, hogy megállt bennünket a jó isten. Ez az ő áldása. – ez a hintaló éppen jó lesz nekem, mondta Péter. Szeretnék lovagolni rajta egy kicsit. Lovagolt is egy kört, utána a két lány is. Mikor leszálltak, Sára megállt egy kirakat előtt, és a sokféle játékot kezdte bámulni. Rebeka és Péter odébb néhány lépéssel. Egy embert láttak, aki karácsonyfákat erősített kereszt alakú fatalpakra, hogy fel lehessen állítani őket a szobában. Aztán Rebeka meglátta a Mikulást. Előtte egy pici karácsonyfa, mögötte egy óriási zsák. A Mikulás egy nagy piros léggömböt adott Rebekának, és boldog karácsonyt kívánt neki. Eközben Sára még mindig a kirakatot bámulta. Játékok voltak a kirakatban. Egy mackó, egy bohóc, egy szamár és egy őzgida. – Te melyik játékot választanád? – kérdezte Sára Pétertől a szamarat, mondta jó kedven Péter. A mackó az enyém, mondta Rebeka, olyan puha és olyan kedves. Nem is tudom, tűnődött sára. Én talán a bohócot szeretném, hogy felvidítson, amikor szomorú vagyok. A három gyerek tovább sétált, és már is egy cukorkás bódi előtt találta magát. A bódi pultján néhány drótvázos bábú állt a szalcilvából, színes papírruhába öltöztetve. A pult jobb oldalán álló három bábú hirtelen táncra perdült. Rebeka nagyon meglepődött. Nem hiszek a szememnek, kiáltott fel. Látod, Péter? Látom, felelte Péter, mint egy karácsonyi tündérmesében. Sára cukrot vásárolt közben a testvéreinek. Rebeka, ahogy meglátta a cukrot, rögtön elfeledkezett a táncoló bábukról. Tovább sétáltak patadobogás hallott a hűvesésen át. Egy karácsonyi kocsi bukkant fel. A város központjába igyekezett. Alig, hanem a Mikulásnak visz csomagokat, vélekedett Péter. Rebeka, Sára és Péter egy csendes városrész felé vette útját, ahol egy öreg templom állt. A templomablakok barátságos fényel hívogatták őket. Mikor közelebb értek, Péter fénylő csillagot látott lehullani az égből. A csillagot állt meg előttük. Káprázott a szemük, és mikor megint oda néztek, a kis Jézust látták a jászolban fekve. Letérdeltek előtte, és odaadták neki az ajándékokat, amiket az öreg kaptak. A kis Jézus erre elmosolyodott. A mennyország karácsonyi pékműhelyében egy kis angyal éppen be akar tenni egy tálca illatos fánkot a szekrénybe. Egy csillagocska azonban megsukta neki, hogy ezeknek a finom fánkoknak le kell hullaniuk a földre. Az angyal repült egy kicsit, aztán gyöngéde megbillentette a fánkkal teli tálcát. A fánkok lepotyogtak. Mindez pontosan a város fölött történt. A tündérországban kanyargó karácsonyi séta végeztével Péter, Sára és Rebeka ott találták magukat a házuk közelében. Péter csodálkozva kiáltott fel: Nézzétek, fánkeső! No csak, nevetett Sára, még haza is vihetünk belőle, legalább anyának kevesebb dolga lesz a karácsonyi sütéssel, főzéssel. Rebeka mindjárt meg is kóstolt egyet Csoda, finom jelentette ki még sohasem ettem ehhez foghatót. Az íze, az íze valósággal mennyei. Ahogy beléptek a gyerekek az ajtón, rögtön a karácsonyfával találtak szembe magukat. A fa fel volt díszítve, és körülötte ott hevertek az ajándékok. Milyen volt a séta a kertben? kérdezte anya. Nem fogod elhinni, felelte Péter. Milyen sok csodás dolgot láttunk, beszélő múkust, hulló csillagot. De bizony elhiszem, mondta anya, hiszen én is láttam egy csillagot lehullani az égből. Éppen a mi kertünkbe esett. Fölvettem, és ide tűztem a karácsonyfa csúcsára.